Mi magyarok. Biztonságos lebegés. Schwarz Dávid. Beach, nein. Szentpétervár, nyet. Berlin, ja. Az 1850-ben Keszthelyen született feltaláló meg akarta újítani a kormányozható léghajó gyártását. Ezért a korábbi sérülékeny alapanyagot, a gumírozott ballonszövetet az erősebb és megbízhatóbb vékony alumínium lemezre kívánta cserélni. Elképzelésével hiába kopogtatott a Monarchia hadügyminisztériumánál, majd jelentkezett az orosz kormánynál, nem járt sikerrel. Mivel bizonyos volt a tervében, elment Karl Berg alumíniumgyároshoz. Ő hitt neki, és 1895-től vele dolgozott a Rács szerkezeten. A sikert Schwarz Dávid nem élhette meg. 1897. januárjában betegség miatt 47 évesen meghalt. Néhány hónap múlva az első felszállás szemtanúja volt Ferdinand von Zeppelin, aki habozás nélkül megvette az özvegytől a találmányt, és azt mindjárt le is védette. Így a német katonai és mérnök elkezdhette első saját léghajója építését, és Schwarz Dávid tervei nyomán 1900-ban felszállhatott az első Zeppelin. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.